Bizony. Hát az az igazság, hogy a nótának a refrénje az pont olyan volt, mint hogy egy részeg ázsiai csoport énekelte volna. Még ő voltak benne ilyen kulcsszavak, hogy Sweet Home Alabama, ott össze lehetett szedni magunkat szövegbe, de jó volt, fantasztikus volt. De egyébként lehet, hogy a zsűri a kitartott hangokra ad pontot, viszont nagyon örülök, hogy itt van újra egy ló, tehát most nem lehet, hogy kabala lovunk van minden adásban, remélem nem a Pintérnek a lova már kitömve, hanem de azért ez... Ez egy műló! És még mindig nem emlékszem, hogy hívták a Pintér lovát, na mindegy. Tibi? Egyébként Szilánknak hívták, nem Tibinek a lovat, köszönöm szépen a megszólítást, így van. Nem Tibinek hívták, de örülök, hogy én is olyan ló központi eleme lett a nagy duettnek. Tök jó produkció volt, így kedvelet az embernek elmenni egyébként a Vadnyugatra, baromi jók voltak, jó hangulat volt. Az egész azt gondolom ugyanaz sugározta, amit ti mindig, bár Hevesi Tamás nem hiszem, hogy igazán megviselte volna, hogyha Edina közben lemegy a produkció alatt a színpadról, mert nem vetted volna észre. Tehát, hogy... De a Tomi olyan privát buliba volt, tehát a magas hangok és vibrátok világában egy külön buli volt. Nagyon cukik voltatok, jó volt, szerintem jó volt a dal, jó volt egyben a hangulat. Én jobban szeretem, amikor egy kicsit jobban megőrültök, nekem az egy picit jobban hozzátok áll, de ettől függetlenül nagyon édes kis dal. A Tibi már nagyon szigorúnak öltözött. Figyelj! Nem csak szorongok, mert nem tudom, hogyha most én megdicsérem... De hát itt ősz veletem, neked nem kell szorongok. Csak megdicsérem őket, aztán lehet, hogy a Kuki meg nem veszi meg, érted? Aztán... A Kuki már hozott magával pénzt. Jó. Igen, azért vagytok borzasztó jó páros, mert nektek bármilyen dal kerül a kezetek közé, az mindig sikergyanús. És nem igaz az, hogy nem volt közöttük semmifajta kapcsolat, nem igaz. Mert hol az egyik retteget, hogy elrontja, hol a másik retteget, hogy elrontja. Jó, igen, de viszont meg volt a koreográfia, meg volt a szöveg, meg volt ennek az egésznek a bája, és én nagyon szeretem, hogy gyakorlatilag ti a semmit is ki tudjátok maxolni. Ez egy nem túlzottan izgalmas nóta, három akkor köszönjük Kid Rock nevében is. Kinek a nevét? Kid Rock nevében, igen. Csókoltatom innen, én vagyok a Szulán. Jó. Én ezt jól tudom. Megmondom, mert beszélek a héten vele, megmondom. De. Én azt gondolom erről az egészről, hogy ha van egy olyan párosunk, aki ebből a nótából egy ilyen produkciót ki tud hozni, azokat nem ötössel kell majd megjutalmazunk, Tibor, és remélem, hogy érted, mire gondolsz. Abszolút értem, mire gondolsz. A másik, hogy a legtöbb embernek jól áll a kalap, és van Hevesi Tamás. Tehát ez...
Oda ne add neki, mert nem veszi föl, egy élete tönkre megy a frizurája. Kasszának 24 órája van ebbe a poénba, tehát azért ez... Kuki? Kettő. Tiszta amerikai feeling, country, minden, Jockey Tommy, és van ez a gyönyörű szó ellen mellette, de jó, komolyan. Figyelj, dadogni fogok, mert on gyönyörű a lábad, te is kettő ráadásul van, hogy ez hihetetlen, már el sem tudom koncentrálni szépen. Nyugodj meg, próbálok nyugton már, de nehéz, nagyon nehéz. Mondta Andi Teleg és Tibi, hogy bármilyen zene jönnek nektek, jól áll. Nem lehet találni egy hiba benneteket, bármi jön, ti jól csináltok, fantasztikus volt, jól éreztem magam, és a kalap jól áll neked. Tudom, hogy mi sem nyilván, hát Naidina, nekem minden jól áll. Nyugodj meg. Nyugodt vagyok. Nem ennyire egyszerű a férfi lélek hiába. De nekik nehéz. Bármit, tessék. Viszont én, amikor már ilyen állapotban vagyok, akkor kozmetikushoz készülök, csak mondom neked, hogy oldalról csak, amikor azt láttam, hogy lifegnek a szőrök rajta. Dehol ő a szőr. Na de mit mondtok pontban, kedves zsűri? Tibi? Nagyon nagy kedvenceim vagytok, és nagyon szurkolok nektek, az egyik legerősebb páros szerintem az ének tekintetében, meg a show tekintetében, de én nekem ez most egy picikét kevésbé volt hozzátok passzoló dolog, építőjelegű lesz a dolog, mert 5 ponttól pontozok, én most szigorú leszek, és adok egy építőjelegű 8 pontot. Andi azt mondta, hogy nem 5-öt kell adnia, nem 5, a 8 az nem 5. Hát ez nagyon kevés szerintem. De mennyit adsz? Szerinted többet adsz? Én sokkal többet adok, különösen azért nem, mert ugye ez egy, nem egy érnyekverseny. Tehát itt van egy olyan szereplőnk, aki nem én. Énekes, és az Edina hétről hétre valami olyasmit hoz, ami nem egy átlagos dolog. És én ezért minimum azért adok 9-et, mert voltak ennél detonáló produkciótok is, 9. 9. Sokkal több tényleg, mint a 8. Hihetetlen, nem? Orhossza. Hát, jéj! Ne a lábát! Ne a lábát! Ilyet vagy a szárnyát? Azt mondja, Kuki, hát figyelj! 10 pont! 10 pont! Kuki megöntönös. Ez van Edina, figyelj, én azt gondolom, hogy kellett. Használd ki ezt a két lábat. Kellett az Edinának a lába, Kuki 10-esélyhez. Menjetek, etessétek meg a házi állatokat, szevasztok!